Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról, Vermontból, Torontóból, Svédországból, Szingapúrból, Norvégiából, Finnországból, Németországból, Franciaországból. Hispaniola Kuba után a második legnagyobb sziget a Karib-tengeren. Kétharmad részén a spanyol nyelvű Dominikai Köztársaság, egyharmad részén pedig a francia nyelvet használó Haiti található. Kígyos Hanna a dominikai nyugis életbe szeretett bele. Az ottani ünnepekről már mesélt előzőleg. A Szó összehoz 67. felvételében elmeséli, hogyan került a Karib-tengeri szigetre, és megismerkedhetünk magával az országgal is. Kígyós Hanna vagyok. Debrecenben születtem, majd Budapesten tanultam tovább. Pesten az iskola után elkezdtem dolgozni, mint rendezvényszervező, és 2017-ben én a Dominikai Köztársaságban Punta Cana-n nyaraltam. Februárban egy bő 2,5 hétig, és én beleszerettem a szigetbe. És 2018. január 7-én egy nagy bőrönddel megérkeztem, hogy akkor én itt szeretnék élni. Egyes egyedül, vagy családdal? Egyes egyedül. Interneten kinéztem, hogy hol szeretnék lakni, felvettem a lakóparkkal a kapcsolatot, kiajánlottak 3 lakást, egyet kiválasztottam, és megállapodtunk, hogy ha netán mégsem lenne jó, akkor érkezésem utáni más napon még válogathatok. De a lakás az megfelelt, és ott laktam egy évig, és most költöztem az óceánpartra. Isten igazából, én otthon is rendezvényszervező voltam, és én nagyon szerencsés vagyok, hogy önálló vállalkozással nagyon sok és nagyon jó rendezvényt csináltam. És rájöttem, hogy ha ezt én így folytatom, 33 évesen én ki fogok égni. Ez egy ördögi kör volt, egy mókuskerék volt. Mindig nagyon jó munkák találtak meg, és elkezdett felőrölni, hogy állandóan dolgozom, és nincs időm a testvéremre, az anyukámra, a barátaimra. És ekkor, amikor én ide kijöttem Dominikára nyaralni, beleszerettem abba, hogy itt nyugalom van. És akkor eldöntöttem, hogy én itt szeretnék a jövőben rendezvényeket, esküvőket szervezni. És 2018-ban így jöttem ki egyedül. Úgy gondoltad, hogy végleg kiköltözöl, vagy csak? Nem. Úgy gondoltam, hogy én ide kijövök, megpróbálom, egy kicsit megnyugszom. Bíztam benne, hogy egy kicsit lehiggadok, egy kicsit lenyugszom, egy kicsit kiegyensúlyozottabb leszek, és majd meglátom, hogy mi lesz. Mert bármikor úgy érzem, bármikor haza tudok menni. Igaz, most már nem egy bőrönnyi ruhám meg cuccom van, hanem már több bőrönnyi, de most is úgy gondolom, ha bármi történne, akkor hazamegyek, és folytatom ott, ahol abba hagytam, vagy megyek másmerre, és ott is csinálok egy rendezvényszervező céget. Szóval megérkeztél a repülővel. Megérkeztem a reptéren, a transfercég várt engem, bevitt a lakóparkba, én megnéztem a lakást, aláírtam éjszaka a szerződést, kifizettem a két havi depozitot, a két havi kauciót, meg a bérleti díjat, és én egy évig ott laktam. Milyenek voltak az első benyomásaid? Az első hónap az a csodálkozás és rácsodálkozás volt, hogy itt mennyire minden más, mennyire minden nyugodt. Aztán persze jöttek a problémák és a felismerések, hogy a Karib térségben földszinti lakást bérelni az nem túl jó dolog, hiába egy csodálatos lakóparkban vagyok. Meg kellett tanulnom, mert itt van azért élővilág is. Meg kellett tanulnom, hogy a fekete sikló nem bánt, szúnyoghálót mindig be kell zárni. Utána meg kellett tanulnom, hogy augusztus a madárpókok szezonja, és az itteni madárpók képes 1-1,5 métert ugrani. És bár nem halálos a csípése, de nem lehet tudni, hogy a csápján milyen baktériumok vannak, ami vérmérgezést okozhat. Illetve a skorpiók a teraszon, de az se bánt, meg az sem mérgező. Most a skorpióval már nagyon ügyesen bánok, mert lapát, befőttes üveg, menjen Isten hírével, a madártunk is a kígyó, ami a mai napig stresszfaktor. Sikló, kígyó, nekem ugyanaz.
Úgyhogy miután lejárt az egyéves bérleti szerződésem, elköltöztem. Beköltöztem az óceánpartra. És most 3,5 lépést vagyok az óceántól, minden reggel lent tudok futni. Nagyon jó, nagyon szeretem. És ott nincsenek pókok, meg kígyók. Emeleti lakásba jöttem. Tehát ez fontos volt. Csak emeleti lakásba vagyok most már hajlandó költözni, mert itt nincsenek. Ha már elkezdtél beszélni a pókok, kígyókról, állatokról, még milyen állatok vannak Dominikán? Rengeteg gekkunk van a falakon. A második emeletre is feljönnek a gekkók a falra. Ami még érdekes volt nekem, hogy a száznábú, én láttam olyat, mint a fél alkaron, és piros kis lábacskái vannak. Ijesztő volt, azt mondják, hogy azt tud harapni. Hála jönnek, közelebbről nem ismerkedtünk meg. Rengeteg papagáj van a dzsungelben, meg a természetvédelmi területeken, ahol kevesebb turista jár, nagyon sok papagáj van. Illetve én itt tanultam meg búvárkodni, és számomra nagyon érdekes, hogy néha rájárkúznak alattam, vagy egy 10 méterre látok egy cápát elúszni, a tengeri csillagok. De szárazföldön más állattal nem találkoztam. És a növényzete gondolom nagyon hasonlít a floridai növényzethez. Én biztos vagyok benne, buja és minden gyönyörű zöld. Ebben nem itt tudatosult, hogy többféle pálma létezik. Tehát nem csak egy a pálmafa, amit én eddig ismertem, hanem itt a legyező pálmától kezdve többféle kókuszpálma, sima pálma, rengeteg pálma van. És amit nagyon szeretek, hogy egy évben ugye a növények kétszer virágzanak. És akkor gyönyörű pontakánál, gyönyörűek a kertek, minden szép, és élénk piros, élénk narancssárga, élénk rózsaszín, vibrál a természet. Átlagosan 29 Celsius fok van, és ugye van ez a májustól szeptemberig tartó időszak, amikor lehet 32-34 fok, ugye augusztus-szeptember a hurrikán szezon, eső itt szinte minden nap van, de csak éjszaka, akkor vannak a nagyobb esők napközben, ez az 5 perces gyors UV. Itt egy kicsit ugrottunk, ugyanis megérkeztél. Megérkeztem a lakóparkba, igen, és eleinte minden szép és jó volt. Aztán rájöttem, hogy ideje barátokat szerezni. És láttam, hogy a lakóparkban, hajnalban mindenki fut, sportol. És úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje nekem is elkezdenem futni. És igen, így lettek barátaim. Most akik a lakóparkban laknak, általában idegenek, vagy ottani benszülöttek? 98%-ban idegenek. Egy olyan lakóparkot képzelj el, mint a született feleségekben a Lila Akác közt. Ez egy spanyol tulajdonú lakópark, borzalmasan sok szabállyal. Tehát ez a másik, ami nehéz volt megszoknom, hogy nem teregethetek ki, mert rontom az összképet. Viszont olyan párás a levegő, hogy a lakásban nem szárad meg a ruha. Mondták, hogy kapcsoljam be, ott van a mosógép mellett a szárító. Egy régebbi típusú szárító volt, mire megtanultam, hogy működik, rá kellett jönnöm, hogy tönkre teszi a ruháimat. Én úgy voltam vele, hogy süt a nap, meleg van, engem nem érdekel, én arra 10 percre, amíg megszáradnak a fehér nevű pólók, én kirakom a terasz elé a napra. Kiteregettem, főztem egy kávét, és az ajtóm alatt már bedugták a warning cédulát, tehát a figyelmeztetést, hogy akkor nekem most megvan az első figyelmeztetésem, hogy én teregettem. 3 után pénzbüntetés jár. És a legborzalmasabb az, hogy látom, hogy más tereget. És Isten igazából pénzkérdése. Úgyhogy én havi $50 fizettem azért, hogy teregessek, és hogy ne kapjak figyelmeztetést. Dominikán mindent el lehet intézni, ha az embernek vannak ismerősei, jó kapcsolatai. A cég alapításom is így történt. Rendezvény szervezőként céget kell alapítanom, találtam egy ügyvédet, aki perfekt angol a hölgy. És mondta, hogy cég alapítás, minden hivatalos irattal, engedéllyel, adószámmal 6-8 hét. Mondtam, ez nagyon jó, viszont nekem akkor már voltak leegyeztetett magyar párjaim, akik jöttek esküvőre, meg utasaim, akik jöttek. És mondtam, hát nekem ez egy kicsit korábban kellene. Azt mondja, semmi gond, $100 hét nap alatt megvan a cég összes hivatalos papírral. Legyünk őszintén, ez a világon máshol is így működik, szerintem. Én azt szeretem itt Dominikán, hogy itt mindent kimondanak. Itt nincs ismákolás, és nincs az, hogy a szememben mond valamit, de a hátam mögött más mond.
Itt mindenki tök nyíltan elmondja, hogy mi a véleménye, miről mit gondol, és ez úgy is van. És én ezt itt nagyon tisztelem. És ez jellemző mindazokra, akik az idegenből vannak, és akik ott születtek, vagy csak... Ez érdekes, mert én azt látom, hogy az összes külföldi, aki itt él, teljesen megváltozott itt a szigeten, és az én ismerősném, akikkel én jóba vagyok, vagy azok a külföldiek, akikkel én itt együtt dolgozom, és azok a dominikaiak, akikkel én együtt dolgozom, nyíltak és őszinték. Különben milyenek a dominikaiak? Nagyon érdekes, mert a Dominikai Köztársaság egy nagyon kétélű ország. Nagyon szegény és nagyon gazdag egyszerre. A fővárosban egymás mellett van a nyomornegyed és a luxusnegyed. És Punta Canáról azt kell tudni, hogy egy üdülőváros. All-inclusive szállodák egymás után. És legyünk őszinték, itt Dominikán mi a vidékhez tartozunk. És itt vidéken a dominikaiak nagyon lusták. Rettentő lusták. Csak annyit tesz, ami éppen kell, hogy az a munka kész legyen. Nem akar egy picit jobb lenni. Nem akar egy picit több lenni. Csak annyit dolgozik, hogy az meglegyen. És senki nem mondja azt, hogy nem csinálta meg. És akkor ezek inkább a szegényekhez tartoznak? Igen, ők a szegényekhez tartoznak, igen. Csináltam tavaly egy esküvőt, és egyetlen egy olyan kávézó cukrászda van itt Punta Canán, ezt az egyet ismertem, akik rengeteg esküvői tortát is készítenek. És én kiszótáraztam spanyolul a megrendelésemet, hogy egy 10 fős halványrózsaszín, 2 szintes esküvői tortát szeretnék vanília piskótával és csokoládékrémmel. És én elmentem személyesen, hogy megrendeljem. Megmutattam a színt is, hogy ez a halvány rózsaszín nehogy félreért is legyen, mert ott senki nem beszélt angolul. Megmutattam a fotót, hogy miért szeretnék, azt ott hagytam. Leírtam, hogy mikor szeretném a tortát, mikor jövök érte. Visszaigazolták, és esküvő napján reggel 10 órakor megyek a cukrászdába, hogy jöttem ezért a tortáért, és kihoz nekem egy halvány babakék tortát. És amikor mondtam, hogy hát nézzük már meg azt a megrendelőt, mert én halvány rózsaszínt kértem, tudod, mit mondott? Hát jó, ez egy esküvőre, nem? És mondtam, hogy akkor nekem délután 2-re kell, méretben hasonló, ízben ugyanez, de halvány rózsaszín torta. És mondták, hogy hát ők ezt nem tudják megoldani. Egy szegényebb dominikainak egyszerűbb azt mondani, hogy ő ezt nem tudja megoldani, vagy hogy ez lehetetlen, mint hogy tegyen valamit érte. És akkor mondtam, hogy akkor most a tulajdonossal, vezetővel szeretnék beszélni, aki azonnal jött, felismerte a problémát, és mondta, hogy bocsánat, akkor ők ezt most megoldják, adjak egy órát. Utolsó utáni pillanatban visszarohantam a cukrászdába, és megkaptam a halvány rózsaszín tortát. Én nem is kérdeztem, hogy mit csináltak, megkaptam, kifizettem, és képzeld el, ment az esküvő, vágták a tortát, és akkor láttam, hogy csak átfestették. És nagyon érdekes, tudod, hogy én tisztelem a helyieket, hiszen engem itt befogadtak, de a rendezvényeknél csak európaiakkal dolgozom. Olasz a fotósom, egy csodálatos ukrán cukrászlányt találtam, a virágokat, a dekorációkat spanyoloktól rendelem és veszem. Mert hogyha megbeszéljük, hogy az A, akkor az A. Ők mindig időben ott vannak, vagy még korábban. Egy dominikai meg az utolsó utáni pillanatban érkezik, és azt kérdezi, hogy de miért vagy ideges? Az, hogy egy dominikai késik 30-40 percet, az teljesen normális. Ő időben van még. A helyieknek szoktál általában eseményeket szervezni, rendezni, vagy pedig külföldieknek? Esküvőket külföldieknek, magyaroknak egyaránt, és most kezdtek helyi cégek megtalálni rendezvényekkel kapcsolatban. Ha én jól értettem, akkor megragadnak minden alkalmat arra, hogy táncolhassanak, hogy szórakozzanak. Ez így van. Zene itt mindenhol szól. Képzeld el azt, hogy frissen ideköltözve elmegyek a helyi nagy élelmiszerbevásárló központba, a helyi Tesco-ba, és szól a zene, és a helyiek táncolva vásárolnak, meg énekelve. És ez itt teljesen normális. Eleinte azt hittem, hogy mindenki meg van bolondulva. Nem. Hajnalban viszem az esküvői csoportomat kirándulni, megyünk valahova, 6 órakor fölvesz engem a busz, és a buszsofőr már énekel. Bennük ez kódolva van, hogy állandóan mosolyognak, hogy jól érzik magukat, amit nagyon szeretek, hogy nem sírnak, hogy ez nem jó, az nem jó, hogy nincs pénze. Ők örülnek annak, amiük van, és örülnek, hogy fölkelt a nap, és hogy ők egészségesek.
állandóan buliznak. Most képzeld el azt, hogy van egy nagyon szegény kis falu, áll két utcából. Van egy kisbolt, ami egy kocsma is egyben, mint közösségi tér, viszont ha karnevál van, az a pici közösség bérel hangszórókat, hangfalakat, DJ-t, hogy buli legyen. És akkor mindenki az utcán van, és ünnepelnek. Nagyon szeretem, hogy vasárnap itt a családé, meg a barátoké. Együtt megebédelnek, és utána közösen lemennek a strandra. Ahány család, annyi hangfal, annyi féle zene. Mindig figyelni kell, hogy az ember olyan partszakaszra menjen, ahol kevés helyi jár, mert hozzák a kis akár bluetoothos hangfal, akár kocsival odaállnak, és a hangfal csomagtartóból előkerül, mert ordít a zene. És jó zene lenne, tudod, csak hogy annyian vannak, és mindenkinél más zene van, hogy az egészből egy hatalmas hangzavar lesz. A dominikaiak alapjáraton hangosak. A szórakozó helyeken, a bárokban ordít a zene. Többször megkértük őket, európaiak, egy picit vegyék már halkabbra, mert nem halljuk egymás szavát. Nem tudunk beszélgetni. És néznek ránk furcsán. Meg kellett szokni, hogy ők ilyenek. Ha egy kicsi település ilyen, akkor milyen a nagyváros? A nagyváros, én azt hittem, hogy sok nagyvárosba jártam már, és mindent láttam, de Santo Domingo számomra az igazi nagyváros. Ahogy besötétedik, akkor újra mindenki az utcákon van, mindenhol szól a zene, minden neon világítás meg neon tábla világít, és tudod, nagyon érdekes, hogy a nyomornegyedben, a báriókban is, két utcával arrébb, meg a tetőtéri bárban is parti van, és elférnek egymás mellett, és nyüzsög a város este, hajnali kettőig. Emberek az utcán, egyik helyről mennek a másikra, mindenki jól érzi magát. Ez hétvégén vagy minden nap? Általában jön szerdától, de szombat-vasárnap nagyon erős. Milyen a közbiztonság? Én azt szoktam mondani, hogy aki nem keresi a bajt, az nem találja meg. Viszont Santo Domingóban nagyon oda kell figyelni az embernek. Tehát, hogy ott csak felhúzott ablakkal ajtók lezárnak autóval, és ez teljesen mindegy, hogy reggel, délben vagy este. Meg kell tanulni, hogy itt figyelni kell arra, hogy rengeteg a motoros. Nagyon sokszor láttam olyat, hogy állok a dugóba, és motorosok mennek el mellettünk, és a dugóba valakinek le van tekerve az ablak, a benyúl a táskáját, és már megy tovább. Láttam már olyat, hogy motoron két ember ül, és aki hátul ül, annak fegyver van a kezében. Tehát itt már nem csak a közlekedésre kell figyelni, ami nagyon káoszos, hanem arra is, hogy az ember milyen kereszteződésben megy át, ki jön-e motoros. Itt Punta Canán a közbiztonság jó, mert ugye itt rengeteg a turista. Santo Domingóba figyelni kell. De ehhez az is hozzátartozik, hogy a Dominikai Köztársaságban nem kell vízum belépéskor. Tehát itt 3 hónapig mindenki legálisan lehet. És Haitiról nagyon sokan jönnek át szerencsét próbálni. Nagyon sokan jönnek át Venezuelából szerencsét próbálni. Nem szabad elfelejteni, hogy a Dominikai Köztársaság egy tranzitország. Nagyon sok kábítószer ide érkezik Dél-Amerikából, és innen megy tovább Amerikába és Európába. Borzalmas tudod azt itt látni, hogy a pizza futár meghozza a pizzát, és megkérdezi, hogy mire van szükségem. Milyen kábítószerre, mert minden van nála. Dominikán a motortaxi az egy megszokott közlekedési mód, minden második motokoncsó sofőr kábítószert árul. Tehát gondolom nem hivatalosan. Nem hivatalosan. Persze, hogy nem hivatalosan. És akkor nem próbálnak meg valamit tenni ez ellen? Isten, igazából én úgy gondolom, hogy itt a rendőrfőnöknek is van ebbe szerepe. De ez csak az én véleményem, mert szerintem itt mindenkinek érdeke van ebben. Említetted a közlekedést. Milyen a közlekedés? A közlekedés európai szemmel borzalmas. Nincsenek szabályok. Egy szabály van pontosabban. Itt annak van elsőbség, aki határozottan megy. Össze-vissza előznek. És a robogós a járdán kerüli ki a sort. Az, hogy itt karamboloznak, koccannak, vagy egy hatalmas baleset történik, sajnos ez mindennapos. Statisztikák szerint 1 nap 7 ember hal meg az utakon. Ez hatalmas szám. Ez borzalmas. Nem tartják be a szabályokat. Tény, Punta Canán 2 darab jelzőlámpa van. Nincs több jelzőlámpa. Fekvő rendőrök vannak. Figyelj, körforgalomban megáll, 2 kocsi és beszélgetnek.
a körforgalomba. Nekik ez teljesen normális, nincs vezetési kultúrájuk. Össze-vissza, amerre nekik jól esik. De útjaik vannak. Az utak nagyon jó minőségűek. Tehát számomra meglepő, hogy az utak jó minőségűek. Ugye itt nincsen fagy, viszont sok az eső. És hogyha netán keletkezik valahol egy kátyú, akkor azt több módszerre jelzik. A legkedvesebb és a legjobb, amin én sokat szoktam nevetni, hogy pálma levelekkel körbe rakják, és este egy-egy gyertyát raknak oda, hogy ott valami van. Majd meg is érkeznek a munkások, és ez egy kicsit olyan, mint otthon, tudod, hogy Józsi dolgozik, az összes többi menedzser meg ott áll körülötte és nézi, hogy hogy csinálja, de nagyon szépen megcsinálják. Az autópályák és az országutak nagyon jó minőségűek. Sokkal jobbak, mint Magyarországon. Itt a nagyvárosokban élnek az emberek. Santo Domingóban szerintem olyan 2 millió ember él most, amiről hivatalos statisztika van. De ugye itt a báriókban, nyomor negyedekben nem lehet tudni, hogy hányan élnek. És ezért a nagyvárosok szépek, meg rendezettek. De én őszinte leszek, én nagyon szeretem a vidéket itt. Egy teljesen nyugodt és nem romlott. Itt nincsen iskolai lövöldözés. Itt nincsenek robbangatások. Itt a legfontosabb, hogy azért legyen kábeltévé vagy parabola antenna, hogy a latin szappanoperákat tudják nézni. Természetesen bandák közötti leszámolás van, az bárhol előfordulhat, de hát az a világon mindenhol van. Milyen az egészségügyi ellátás Dominikán? Külföldiként köthetsz magánbiztosítónál biztosítást. $40 fizetek azért, hogy ha bármi bajom lenne, akkor én magánkórházba tudjak menni. Itt Punta Canán van 4 magánkórház, amire én azt mondom, hogy a legmodernebb, legszuperebb kórházak. Akinek nincs biztosítása, az pedig mehet a helyi kórházba, ami Punta Canától 60 kilométerre van. Hát én egyszer eljöttem mellette, és borzalmas körülményeket láttam kívülről, és abban gondolom, hogy ha kívül így néz ki, akkor milyen lehet belül. De a magánellátás az nagyon jó. Dominikán nem ihatsz csak vizet. Csak víz, csak mosogatásra, meg zuhanyzásra való. De én már, tudod, simán eszem utcán. Tehát tudom azt, hogy melyik az az utcai árus, aki előttem olajban süti, vagy grillezi meg, amit én szeretnék. És most vagyok itt 2. éve, és még semmiféle problémám nem volt. Tehát még nem kellett orvoshoz mennem, és ezt le is kopom. Milyen a gasztronómia? Ez érdekes. Nagyon egyszerű. Csirke, rizs, bab. Viszont, hogyha egy picit jobban belássuk magunkat, és az ember már egy kicsit tájékozottabb, akkor tudja, hogy zseniális a dominikai gasztronómia. Én nagyon szeretem. Zöldségek. Nyukka gyökér. Rántva sokkal finomabb, mint a sült krumpli. Avokádó. Pilléredbe kerül itt az avokádó, vagy a gyümölcsök. Banán, mangó, papaja. A főző banánt úgy készítik el, mint mi otthon a krumpli pürét. Rengeteg tengeri herkentyű, a rengeteg hal, a sok zöldség, a csirke. Nincs hiányom semmiben. Jó, persze néha egy anyaféle szilvás gombóc, fú, de jó lenne, mert szilva itt ugye nincsen. De amúgy gulyáslevestől kezdve mindent meg tudunk csinálni, minden alapanyagot meg tudok venni. Hiányzik a magyar kaja? Néha rettentően. Hát a sütemények. A sütemények azok nagyon. Itt Dominikán minden nagyon édes. Én nem szerettem, amit itt Dominikán készítenek, süteményeket, tortákat, mert borzalmasan édesek. A másik, amitől én kivagyok, hogy itt a tortát porból készítik. Tehát bemész a boltba, megveszed a doboz tortaport, adsz hozzá vizet vagy tejet, és kész a piskótád. De ennek fűrészpor íze van. Hiába teszel bele krémet, akkor is fűrészpor íze van, és száraz. Nagyon hiányzik a kenyér, a friss fehér kenyér. Bagettek vannak, toast kenyerek vannak, picit édeskés, mint az olaszoknál. Úgyhogy kenyeret alig eszem. Hasonló, mint a zsömle van, de hát az nem kenyér. Innivalóból azt olvastam, hogy inkább a sört kedvelik. Sör, rum, a sör az itt nem alkohol. El tudod azt képzelni, hogy a patikában van sörös hűtő, és ki tudod venni magadnak a sört. Viszont tudod, itt is az üzletekben mindent meg lehet kapni. Minden amerikai termék itt van. Mindenből rengeteg van. Milyenek az árak? Punta Canán, ezért itt nagyon sok külföldi él, nagyon sok turista van.
olyan, mint otthon, és egy-két termék egy picit drágább. Ha már elmegyek vidékre, vagy a fővárosba, akkor teljesen normál árak vannak, sőt, néha meglepően olcsó. Itt Pontekánán azért drágaság van. Tehát most figyelj, egy kis üveges Nutella 3500 forint. Otthon 1000 forint alatt van egy kis üveges Nutella. Ami borzalmas, hogy a szénsavas üdítők rettentően olcsóak. 2 literes szénsavas üdítő olcsóbb, mint 2 liter víz. Még egy 2 literes kólát meg tudsz venni 50 pezóért, addig egy 2 literes ásványvíz 60-70 pezó. 50 pezó kb. $1. Tudod, én azt hittem mindig, hogy az ilyen országokban, mint a Karib-térség, ami gazdag zöldségekben, gyümölcsökben, hogy itt mindenki azért, nem is azt mondom, hogy vékony és fit, de hogy egészségesen él, és nem. Mert a junk food az itt is olcsóbb, tehát az egészségtelen étel, ez itt is olcsóbb, mint mindenhol. Sportolnak a dominikaiak? A dominikai nem. Egy átlagos dominikai nem sportol. Ami számomra furcsa, hogy itt Pontekánán a dominikaiak nem tudnak úszni. Itt élnek az óceánparton, és nem tudnak úszni, és csak térdig mennek be a vízbe. Van egy réteg persze, aki sportol, de inkább a külföldiek. De rengeteg konditerem van itt is. Persze itt is vannak szuperkonditermek, van olyan dominikai barátom, aki dolgozik, több diplomája van, világot látott, tehát hogy ez is a kétnyelvűségnek a mintája. Tudsz valamit az iskola rendszerről? Az iskola rendszer, ez borzalmas, de itt 2004 óta kötelező az iskola. Addig nem volt kötelező a gyerekeket iskolába küldeni. És vidéken rengeteg szegény iskola van. Van egy osztály, reggel az alsósok vannak ott, délután a felsősök. Az mondjuk nagyon tetszik, hogy kötelező az egyenruha az általános iskolákban, és nagyon aranyosak a kisgyerekek, amikor látom őket barna szoknyába, vagy kis nadrágba, és kék vagy zöld pólóba, minden iskolának más a színe, de a világos barna szoknya vagy nadrág kötelező, és a térd szoknya a lányoknál. A fővárosban, meg a nagyvárosokban rengeteg magániskola van. Itt Pontekánán is van 3 magániskola, nemzetközi magániskola. A felső oktatás ingyenes a diákoknak, viszont ott teljesíteniük kell. Tehát, hogyha nincs meg a 3,5-ös átlag, akkor kicsapják őket az iskolából. Aki meg tudja csinálni ezt a 3,5-ös átlagot, rengeteg lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy átmenjenek Amerikába ösztöndíj programmal, vagy a világ bármely pontjára. Tehát, hogy kezd felzárkózni az ország. De tudod, azért nagyon látszik itt az embereken, vidéken, hogy nem volt kötelező az iskola. Én ezt tudom, tudod, itt értékelni a szállodákban és a személyzetben is, tehát a felszolgálókban, a londinerekben, hogy lehet, hogy nem tud írni, lehet, hogy nem tud olvasni, de megtanult a spanyol mellett angolul. Ha Haitiról jött át, akkor ugye neki francia az anyanyelve, és megtanult spanyolul is, meg mondjuk megtanult oroszul vagy németül, hogy tudjon beszélgetni a turistával. Ezt én rettentően tudom értékelni. Aki már kap egy munkát egy fix fizetéssel, mint egy szálloda, ahol itt nagyon sok szállodában a dolgozóknak adnak szállást, van biztosításuk, van étkezésük. Ők mindent megtesztek akkor már azért, hogy azt megtartsák. És ugye ez is itt a kétélűség, hogy mondtam, hogy egy vidéki dominikai csak annyit tesz meg, hogy ne haljon éhen. Még itt Pontekánán bejutni egy szállodába, egy takarítónőnek, egy felszolgálónak, vagy egy londinernek majdnem kihalásos alapon megy. Tehát megvan a fix fizetésük, kapnak ebédet, reggelit, vacsorát, és van szállásuk. Ha közelben lakik, akkor pedig minden szállodának, minden cégnek saját busza van, és összeszedi az alkalmazottakat. És beviszik őket dolgozni. Este meg műszak végén meg hazaviszik őket. Nagyon érdekes az ország. És például a magánklinikákban helyiek vagy külföldiek dolgoznak? Ez izgalmas, tudod, mert vannak helyiek, akik Amerikában tanultak. Tehát elvégeztek valamit itt Dominikán, és egyetemen keresztül átmentek Amerikába, és úgy gondolták, hogy visszajönnek. Nagyon sokan Amerikában maradnak. Rengeteg a kolumbiai orvos, és a kubai orvos, és nagyon érdekes, hogy perfekt angolok, és nagy részű perfekt német is. És nagyon megbecsülik őket. Német a német turisták miatt? Német turisták miatt, igen, mert mondták, hogy pár éve volt itt egy nagyon erős német hullám,
De hogy a németek most már átszoktak inkább Európába, a Kanári-szigetek környékére, meg az Azori-szigetekre, és most már kevesebb német van, de azért itt németül meg tudja magát értetni az ember bárhol. Tehát én ezért is mertem így nagyon lazán kijönni, hogy majd én itt angolul, németül elleszek. Aztán idővel persze elkezdtem megtanulni spanyolul. Gondolom használ is az üzletnek az, hogy tudsz spanyolul. Persze. És tudod, teljesen más, amikor egy idegen nyelvet otthon tanulsz, meg más, amikor itt élsz. Nem mondom, hogy könnyű, mert bár a spanyol nyelv gyönyörű, de egy Dominikán egy nagyon csúnya nyelvjárását, szlengét beszélik, és ez a nehéz. De ezért jól tudod, hogy itt annyiféle nációban vannak emberek. Vannak itt venezuelaiak, argentinok. Az argentinok gyönyörűen beszélnek spanyolul, ugyanúgy, mint a spanyolok. Argentinok segítettek nekem, meg segítenek nekem tanulni. Kolumbiaiak is más nyelvjárással beszélnek, de ők is sokkal szebben beszélik a spanyolt, mint a dominikaiak. Dominikaiak nagyon lazán. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Mit kell feltétlenül megnézni, és mit kell feltétlenül elkerülni Dominikán? Elkerülni? Én nem szeretek ilyet mondani, hogy elkerülni. Mert minél többet látsz, annál több ember vagy. Én csak mindig azt szoktam mondani, hogy vigyázni kell magadra. Lehet, hogy furcsán fog ez hangzani, de én igenis akartam menni Nyomornegyedbe. Én meg akartam nézni, hogy milyen. Milyen egy Nyomornegyed vidéken, milyen Punta Cana mellett, és milyen a fővárosban. Persze nem egyedül mentem ezekre a helyekre, mert igenis látni kell. Amit semmiféleképpen nem szabad kihagyni, azt meg nehéz felsorolni. Itt van Saona-sziget, egy álomszép sziget, viszont már nagyon sok a turista. Los Haitis Nemzeti Park északon. Olyan gyönyörű mangrove erdő van ott, és érintetlen, és egy bizonyos részén lehet csak hajókázni. Samana-félsziget egy gyönyörű, trópusi esőerdő, álomszép. Télen rengeteg a bálna, Samana környékén, bálnalesre lehet menni. Dominika északi része is csodálatos, a főváros is álomszép, Santiago városa is nagyon, Monte Cristi is nagyon szép, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy csak annyi szab határt, hogy mennyi ideje van az embernek a szigetre. Én mindenkinek azt mondom, hogy ha lehetősége van, akkor nézze meg ezt az országot, és jöjjön el legalább egyszer, mert ez egy csodálatos hely, és igenis a világot látni kell. Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la. La casa del merengue. La 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 la. Y la casa de la bachata. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.